Augusztus 1-től drasztikusan megemelkedtek az árak Magyarországon, ezért ülésezett a Máté Szalkai képviselőtestület csütörtökön. Nem csak a lakosságnak, az önkormányzatoknak is megtakarítást kell elérni, mind energiában, mind pénzügyi forrásokban. Máté Szalkán ezért azt kérték az intézményvezetőktől, hogy szeptember 15-éig írják össze, milyen lépésekkel lehetne a nehéz időkben tovább működtetni az adott intézményt. Olyan javaslatokat tettek elénk, amely véleményem szerint példamutató. Ezekben nagyon sok olyan dolog volt, amelyet már meg is valósítottak, illetve nagyon sok olyan konstruktív, kreatív megoldás is született, amely a későbbiekben is, amikor reményeink szerint már túl leszünk ezen az energiaválságon, a későbbiekben is az adott intézmény vagy az adott cég hasznára lesz. Kérdéses volt például a sportcsarnok. Ennél a legoptimálisabb lehetőséget keresték, hiszen heti 50 órában bérlik a kézilabdások, és több mint 150 gyermek napi edzése zajlik itt. A Máté Szalkai MTK első ötlete az volt, hogy megduplázzák a saját bérleti díjukat. Azonban óriási hiány keletkezett, hiszen azért számokkal is megpróbáltuk ezt alátámasztani, és az előző évi energia felhasználást vettük figyelembe. És azt mondhatom, hogy az elkövetkezendő három hónapban, december 31-ig, ez 30 millió forint lenne csak a fűtése a sportcsarnoknak. Aztán utána jött egy olyan variáció, hogy próbáljuk meg 30%-ra visszacsökkenteni, egy 10-12 fokos temperát, hőmérséklet biztosítani. Ez ugye értelemszerűen kb. 10 millió forintot jelentene, de akárhogy matekoztunk, 8 millió forintnál több pénzt nem tudtunk összeszedni, akár az MTK bérleti díjak, akár a illetve az üzemeltető részéről az időarányos pénzek felhasználásával. Az edzések és a versenyek így az oktatási intézményekben folytatódnak. A városi úszoda viszont megmenekült a bezárástól. A téli hónapokban átlagosan a városi úszodának a gáz felhasználása a régi áron számolva olyan 1,5-1,8 millió forint volt. Ugye mi piaci szereplők vagyunk a Kft. Vonatkozásában a megvásárolt gáz tekintetében. Rendelkezünk már gázszerződéssel az MVM részéről, de 1300 forint per köbméter áron. Ha ezt most beszorozzuk, durván egy 10-szeres áremelkedés jelent minden területen a Kft. Vonatkozásában. Tehát amíg mondjuk eddig a városi úszodánál 1,5 millió forint volt, az most 15 millió forint lenne durván. Nyilván ezekkel a számokkal nem lehet mit kezdeni. Ezért törtük a fejünket, és úgy néz ki, hogy megtaláltuk azt a megfelelő megoldást, amivel biztonságosan tudjuk üzemeltetni a városi úszodánkat gázfelhasználás nélkül. Nyilván ezt a városterület, vagyis az úszoda területén lévő termálkútnak a felhasználásával tudtuk megoldani. A polgármesteri hivatal fűtése egy évben 6 millió forint, most ez a 10-szeresére emelkedett. Ha nem tennének semmit és ugyanígy működnének tovább, 66 millió forint lenne csak a fűtés. A hivatalt azonban nem lehet bezárni, ezért itt speciális megoldást kellett találni. A novemberi hónaptól minden pénteken online munkavégzést, sajnos ezt a koronavírus járvány alatt begyakoroltuk, ugye abban az időszakban, online munkavégzést rendelünk el, és így tudjuk már csütörtök délutántól kikapcsolni a polgármesteri hivatal teljes épületében a fűtést. Igazgatási szünetet vezetünk be december 15 és január 3 között, és ezeket az igazgatási szüneteket szerintem a mostani terveink alapján a fűtési szezon végéig havonta egy hét esetében tartani fogjuk. Így tudunk egy rendkívül energiapazarló, tulajdonképpen Z-kategóriás energiahatékonyságú épületben telnek mindennapjaink, csak így tudunk spórolni. A polgármester kiemelte, egyik intézménynél sem terveznek elbocsátásokat, ahol tudják, a szabadságokkal szeretnék megoldani a kényszerhelyzetet. Vagy a dolgozók átcsoportosításával, hiszen például bezár a színház is, november 1-től a képes kávéház is. A Szatmári Múzeumban cserépkályhával fűtenek és szűkített nyitvatartással várják a látogatókat. A könyvtár pedig 30%-kal tudja csökkenteni a rezsijét, például azzal, hogy a gyermek részleget átköltöztetik a főépületbe. Ezek a döntések év végéig maradnak életben, hogy januártól mi lesz, egyelőre nem tudni.